Két munkát hoztam, azt 30, több mint 30 évvel ezelőtt csináltam. Ezt nem oly régen. Látszik, hogy azért mégis ugyanazt a nótát fújon. Volt egyszer egy Fáskör nevű csoport, most már csak én élek belőle egyedül. Eleinte megirontottam a szobrászatnak, hogy majd nagy fákat döntögetek meg minden túlról, aztán egyszer nagyapádon jött egy királyi nagy művész, aki egy legalább 200 éves tölgyfát össze-vissza fűrészelt, a végén lett belőle egy pózna, amire mászik a villanyszerelő. Na, ebből rájöttem, hogy én ilyet soha többé nem fogok csinálni, nem is faragtam aztán már többé fát. És inkább ilyen bozót lapó lettem, és engem ez pont kielégít. Úgyhogy kertem is van, bokraim is vannak, fám is van, és én ezt a nótát fogom kész szóval. Ennek a munkának a magához, az élethez van köze, annak ellenére, hogy tűzáldozatnak nevezem. Valójában ez egy védekezésül csináltam ebben a korban, amely számomra rémséges. Szóval a mai napon hallgattam a rádiót, hogy néhány száz kilométerrel tőlünk 650 ember pusztult el, zajlik a háború, ugye, és hát ez csak egy olyan kis rövid hír, akkor a másik oldalon is százával pusztulnak. No, szóval így azért eléggé rossz helyzetben vagyunk, úgyhogy én szerintem jogos valami áldozati helyet létesíteni, és megpróbálni valahogy az Istent beszélni hozzá, és könyörögni, vagy kérni őt, hogy valahogy bocsásson meg nekünk. Ismert ugyan, hogy köves vagyok, voltam, mert már nem tudom fizikailag a faragást művelni. Valójában azért ezt a két korpuszt hoztam, mert az időjárás dolgozik, nagyon dolgozik ezen a típusú kövön. És én azt gondolom, egyszer éppen az Éva mondta, hogy is mondtad, hogy megeszi az időjárás a követ, valami ilyet mondtam, és én azt mondtam, hogy a természet visszafoglalja, ami az övé. Na most a régi szobrokat, amikor ókori és ősi kultúrában, amikor nézzük a kőszobrokat, akkor az idő vasfoga a hibákat kijavítja, és egyre szebbé teszi a egységesebbé a követ, a kőszobrot. És amikor a kiírást megkaptam, akkor elkezdtem gondolkozni, hogy mi lenne az, ami időben nagyon messze van egymástól, és van, miről beszélünk sokat, és ez két torzó lett volna, amiről az egyik nincs otthon, akkor arról lemondtam. Akkor ehhez a hajóhoz lett volna egy falhajó, ami nagyon érdekes lett volna, de az sem volt otthon, úgyhogy kicsit csalódott vagyok magamban, mert ezt tudtam csak elhozni, ami ugyanaz a téma ugyan. Aki ismeri a dolgaimat, azt tudja, hogy körülbelül ilyenek. Tehát egy régi, ilyen leletszerű ásatás vagy csonthatású valami, mindig organikus. És talán ez az egy olyan szobor van, amit ehhez tudtam passzítani. Valami geometrikus ember által kitalált formában próbáltam ugyanezt lerakni. Elégedett vagyok avval a szoborral, azóta sem csináltam több ilyet. Most itt van ez a kettő, össze lehet vetni. Én két szobrot hoztam. A két szobor összetartozik, a címe férfi és nő. Koromban igen érdekes probléma merült fel újra a kérdésével, hogy ki a férfi és ki a nő.
de jelenleg én úgy érzem, hogy a férfiak próbálnak törekedni arra, amit kaptunk az égtől, és a nők is próbálnak törekedni, de az, hogy már lerágcsálták a kezünket, amivel össze tudnánk kapcsolódni, és a korosztályunknak igen nehéz ez a problémakör. De azért én úgy gondolom, hogy mindig egymásra próbálunk figyelni, és ez a kapcsolat a legfontosabb. Körülbelül a 80-as években hallottam, és elrontottam, és félreraktam, mert rövid, nem volt elég a szak, vagyis amikor az ember nagyobb szobrot szeretne faragni a fába, mint amekkorát a fa eltűr, akkor egy csomó dolog kimarad. És én ezt utólag pótoltam, és most fejeztem be azt a nagyot. Ez a kicsi, ez is régen készült, de most fejeztem be, és most kapott egy hátteret, ami értelmezi ezt egy kicsit azt, hogy honnan jött, hová megy. Ez a honnan jött, hová megy, ez a vándor. Ez egy örök motivumom nekem, a vándor. Vándor festő, a vándor zenészet. Ebben a szoborban egy nagy végtelen ezt mondható térből érkeznek meg ezek az életútszerű fonalak egy zártabb kis elszaparált térbe, ahol hegyekbe, tüskékbe ütköznek és megfeszülnek és kanyarognak köztük, de pont közben folyamatosan változnak, és ahogy visszatérnek ebbe a nagy légüres térbe, pont akkorra alakulnak azzá, amiük lennék kell, és arra a színre rendeződnek. Itt ezek a tüskék jelennek meg újra, már a hegyekből úgymond tüskékké változva, itt viszont ilyen folyószerűen öhöpölnek már ezek az életszerű fonalak, és szinte már elsovolják ezeket az akadályokat, vagy annyira már mosottak, mintha a víz mosná őket. Az egyik oka, hogy ezt a részekászi munkát hoztam, ezt együtt csináltam a Gátikakból, tehát együtt voltunk most Nyíregyháza Sóstól, és akkor csináltam, akkor kezdtem ezeket a romokat építeni, akkor ő mondta, hogy nézzétek azt, hogy valami érdekeset csinál. És akkor hát ez azóta is ott porosodik, de most úgy letörölgettem egy kicsit, éppen azért, mert hát a Gabi irányított ide most. A másik munka, ez a béketeremtő, ezt is elég régen csináltam, de akkor is volt háború a világban, és hát én nem nagyon politizálok, inkább a humánus oldaláról nézem az eseményeket, mint a politikai oldalról. Tehát ilyen jellegű dolgokat én ezért csináltam, és úgy gondoltam, hogy ez most eléggé aktuális, hogy ezt elhozzam, annál is inkább, mert múlt hónapban, vagyis hogy így decemberben volt egy kiállítása a Napart Társaságnak, aminek már nagy része kihalt, néhányan vagyunk ilyen brontoszabőszok, akik még éltünk, de elég szép kiállításít össze, és ott a megnyitón megemlítette a Feledi Balázs, nyitotta meg, hogy mennyire aktuális ez a munka. És gondoltam, hogy akkor még mindig aktuális, hogyha két hónapja vagy másfél hónapja az volt. Az pedig a szomorú jövő, meg a kisgyerekre gondoltam, a Hajrá repülőn, ahol a óhely és a romok árnyékában a kisgyerek boldogan üdvözli a bombázót, ami fölött felrepül, és azt járt, hogy Hajrá repülő. Azzal kezdeném, hogy ez a groteszk asszamblázs, ez úgy teljesen idegen eddigi geometrista őrleteinktől, de azt hittem már nem kell művészetnek politizálni, de napokban, hetekben rájöttem, hogy muszáj, és ezért csináltam ezt a művész, eszembe jutott, hogy a művész is madár, meg hogy egy szuverén európai magyar vagyok, aki jelenleg egy amerikai geometrista biennálén fordult meg és szerepel, és van egy másik pedig a természet, hogy egy nem fotoszintetizáló vasból kell
lomkorona rekonstrukciót csinálnunk, ha meg akarjuk idézni a természetet nem sokára. Úgyhogy ezek a politikai és társadalmi brutalitások, amit kihozták vele. Kaptam az egyik kedves ismerősömtől, Süli Zsókától, vette valahol. Ez egy ilyen kukorica daráló, úgy érezte, hogy beletartozik az én korbanvilágomba. Az is a címe, hogy ajándék Süli Zsókától, ami nincs írva. Megfordítottam, itt szokták a kukoricacsöket bedugni, és itt jön ki. A darál a forgató részét leszettem, és csináltam mögé egy plasztikát, hogy ne csak találtárgy legyen. És ez pedig, hogy mivel fával fűtök, a fiam rengeteg pizzát eszik, és tele vagyok ilyen dobozokkal. Ezt pedig csináltam egy ilyen magyar pizzát. Ez nem jellemző rám, de izgatott, mint plasztikai téma. Azért, mert én szobrász vagyok, és ezek nem szobrászati művek, de az, aki olyan kalandor, mint én, aki nyugtalan, mindig az újdonságot keresi, az próbálkozik ezzel is azzal. Az nagyon rég, akkor ilyen műgyaltaszobrokat csináltam, azokat nagyon jól volt fotózni digitálisan, és abból akartam összeállítani valami folyamatot, és megmondom őszintén, 20 év távlatával azt kell, hogy mondjam, hogy semmit nem fejlődtem. A technika fejlődött. Kati megkeresett azzal, hogy lesz ez a kiállítás, és mondta, hogy mi a téma, és hogyan kellene felépíteni az anyagot, amit behozunk, valami, amivel már régen foglalkoztam, és ami még mindig, és ennek variációi, akkor én rájöttem, hogy tulajdonképpen két-három téma között ingázom évtizedek óta. Ez az egyik, mert nagyon szeretem az Alföldet, ott is születtem. És nagyon érdekes ez az elköteleződés, ami nem tudatos, hanem ösztönös, és elég sok mindent csináltam az Alföld témájában. Igaziból majdnem mindig ugyanaz, mert azok a vázlatok is ilyen alföldi élmény van azoknak. Nem tudom pontosan hány éve csináltam, biztos van 10 vagy 15, vagy nem tudom. Ez pedig 8 éve, vagy 7. Szóval a menet közben egyszer csak újra, mikor kaptam lehetőséget arra, hogy másfajta anyagból is dolgozzak, és más méretből, akkor csináltam ezeket. Ez például a sorozatból a legkisebb. Sokkal nagyobbakban, hát horgonzott acéllemezből nagyokat lehet csinálni, meg jó helyen, ahol van technikai háttér. Úgyhogy igaziból az Alföld iránti nagy nagy szeretetet hoztam el. Mi építészek vagyunk feleségemmel, ezúton is köszönjük szépen a meghívást. A kolléganek nem tudott sajnos részt venni a kiállításon. Két munkát hoztunk az utóbbi időből. Az egyik a Magyar Tudományos Akadémia 200 éves alapításának 200 éves évfordulójára készült köztőriel pályázat. Az egyik. Itt a helyszín a szélsőségtér, ami egyszerre dinamikus és egyszerre statikus, a folyamatosan változó Duna és az épített térfalai miatt, és a jel is ebbe kapcsolódik bele, de nem is mesélnénk többet, hanem inkább a másodikról, ami pedig az elhallgatva emlékkert, ami a háborúkban megerőszakolt nők emlékére kiírt pályázatra készült. Itt a helyszínt a majomot választottak a helyszínnek, mert az ördögálló búvópatakja miatt a templomtornyot is a főhajótól arrébb építették. Az árkácsor is ezért készült, és 42-ben Boba találat érte ezt a részt, amit megjelöltünk, és akkor kilátszódott ez a búvópatak. És ezt egyébként egy Mária szobor is jelzi, de a kis ezt erősíti, ami egy emlékkód. És ez egy keskeny vízgyűrűző sáv, ami igazából az egyéni tragédiát, a bezárultságot, a mulandóságot jelenti, és ennek a vizét rendeli az ördögárok, ami pedig a láthatatlan összetartozást, a tömegességet és a maradandóságot jelenti.